Sziasztok! A karantén király már az elődöntőknél tart, van tehát még 4 versenyzőnk játékban. Mutatom a hozzávalókat. 2 labdarúgó, 1 kézilabdázó és 1 jégkorongozó. Maradunk az 5 játékos formátumnál. Fontos az ügyesség, az okosság, a kreativitás és persze az otthoni trükkök, amelyeket Scherer Péter pontoz, és nagyon gyakran pont az ő pontjai alapján dőlhet el egy-egy meccs. Ha sikerül, az akár 10 pontot is érhet. Tadám! Kezdünk! Itt vagyunk tehát a legjobb 4 között, másképpen fogalmazva Dombi Tibor ellenfelet keres a döntőben, az ellenfele pedig egészen biztosan egy szőke szépség lesz majd. Az egyik ablakban Fodor Csengi, a másikban Torgelle Sándor. Sziasztok! 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 Hát ez erős! Melyik része? Még azt mondom, oké, de a másikon azért az erős kifejezés. A szőke szépség nem jött be? Hát az nem. Na figyelj rám, Csenge! Olvastad-e az elődöntőhöz nélkülözhetetlen szakirodalmat? Igen, természetesen. Tehát akkor nyilván ez az alap már, nem? Ez volt az első, már azért egy jó pár napja tanulmányoztam, úgyhogy remélem, hogy felkészültem. Ülök most itt, és hogy sikerül majd tovább jutnom. Jó, Sanyi, ebből a 250 oldalból nem nagyon idéz, mert Csengi a párnája alá dugva ezzel aludt az elmúlt napokban. Ez csak egy... A másik kérdés, Sanyi, téged mennyire frusztrál az, hogy amikor belőtted a braziloknak, akkor Csenge 5 éves és 5 napos volt? Hát... Még talán volt a tortájából egy szelet, az 5. szülinapi tortájából. Igazából nehéz mit mondani, gyorsan elszállt. Tudtam ezt mondani, hogy 17 évesen felkerültem az első csapatba, akkor mondták nekem a nagy öregek, hogy figyelj oda mindenre, mert nagyon-nagyon gyorsan elszáll a karrier. Ha mondom neki, jól hagyjatok már engem békén, hát 17 éves vagyok, azt mondom, itt vagyok 38, az a vége mindennek mindjárt. Úgyhogy, hát ilyen ez, gyorsan. Vigyázz, Csenge, már csak 15-20 éves, ugyanezeket a mondatokat fogod mondani, hogy hát itt ültem, érted, a karantén király elődöntében, és most meg itt vagyok, hadgyermekes családanyaként, és... Na jó, gyerekek, mielőtt túl messzire megyünk, hozzuk egy kicsit közelebb azt, amiért valójában összejöttünk, kezdjük az elődöntőt az első játékkal. Az első játék tehát a felképelve, szokás szerint egy arcot fogunk majd nektek mutatni, ami valójában nem egy arc, hanem 5 arc részleteiből összeeszkábált kicsiny borzalom, és ebből kell majd 2-2 pontért megnevezni a különböző arc részletek tulajdonosait. Csenge, mint királynő jelölt, és lehet, hogy ez lesz az utolsó kedvezmény, amit a mai műsorban kapsz. Döntsd el, hogy kezdenél, vagy átadod Sanyinak. Bevállalom a kezdést. Nagyon helyes. Akkor viszont én el fogom indítani mindjárt az órát, és azt mondom, hogy most, akkor légy szíves, nézd meg ezt a, majdnem azt mondom, nőt, ezeket a nőket, és mondd meg, hogy kik ezek a Magyarországon játszó női kézilabdázók. Ha ott az ujjad a gombon, akkor indítjuk. 3-2-1, indul az egy perc! Oké, és akkor a szem az Nere Apena. Az biztos is volt, 2 pont. És akkor az orra szerintem Kobetics. Tényleg Kobetics az? Akkor azt hittem ez lesz a legnehezebb. A haj. Van ott egy orr. Hú, haj. Haj, Lukács Vica? Igen. 6 pont. Múltkor 10-essel hasított Csenge, csak jelzem, Sanyi. Száj. Hú, az egyelőre nem ismerős. Áll, az biztos valami. Válogatott lehet? Akkor mondom, Háfra, Naimi, Kovacsics, Anikó, Szeged, nem, Ára, nem, Mori. Nem. 20 másodperc, szájjal, állal, adós vagy még, Csenge? Igen, inkább a száját mondanám. Száj, nem tudom sajnos. Akkor lőj még egy pár állat legalább, van 5 másodperc, gyerünk! Igen! Nem. Elfogytunk. Igen. Nem tudom. Azt hittem, hogy ebből is megint 10 pont lesz, és olyan indítás volt, hogy benne is volt. Jó, akkor nézzük meg még egyszer a rajzodat. Lukács Vica haja, Nere Apena szeme, és Andrea Kobetics orra az tökéletes volt. Januri Kinga mosolygott rád. Mit fogsz ezért kapni? És Kluiber Keti álla, ami ott figyel. És még az is stimmelt, hogy válogatott. Igen, válogatott. És még junior válogatott csapattárs is. Igen, de hát most áll, na mindegy. Ez most nem sikerült. 6 pont,
nyitásnak tökéletes lesz. Sanyi se biztos, hogy sokkal könnyebb feladatot kap, sőt egészen biztos, hogy nem. Sanyi, neked annyi lesz a szűkítés, illetve a könnyítés, hogy bárhol játszó magyar futballistákat tettünk össze neked. Úgyhogy kérlek szépen, hogy nyisd meg a rajzodat, és indul most az óra az egy perccel. Na. És jön közelebb. A videóton Pátkai? Pátkai! Alul. Gulácsi a felső rész. Tehát övé a haj. Haj. Ez még marad belőle, ez 4 pont. Gulácsi, Pátkai, eddig jó. Szem or száj? Fél perc. Száj. Mondott már neked valaha valamit ez a száj a pályán? Hát, elképzelhető. Volt már egy pár ilyen ember. 15 másodperc. Elképzelhető. Nagy Szem Domi. Or száj. Nagy Domi nem. Nem Nagy Domi. És 10 belül vagyunk, Sanyi. Ha kell, hajolj közelebb, ha kell, takarj le valamit, hogy jobban kijöjjön. Merős a szem. Ennyi volt. Idő van, Sanyi, idő van. Most már ne jaj veszékelj. Dőj hátra, és elmondom, hogy kik voltak, jó? Tehát Gulácsi fejét néztük, Nagy Ádám szemét, Dibusz Dénes orrát, és Lovrencsics Gergő száját, szerintem ez a pöttyot oldal tökre jellemző, és Pátkai Máté állasti, mert ugyanúgy nyitottatok nagyon jó két teli találattal, és mind a ketten megálltatok a második fél időre, vagyis az elődöntő első játéka után Csengének 6 pontja van, Sanyinak 4, ezzel fordulunk rá a második körre. A játék lényege nem más, mint hogy 2 percet kaptok arra, hogy egy bizonyos csapat szurkolójának felöltözzetek, számít majd, hogy hány azonos színű vagy olyan színű ruhadarab van rajtatok, és hogy egyébként mennyi őrültséget vagytok hajlandó a testetekkel elkövetni. 3, 2, 1, Magyarország! Az elvált ruhadarab nyilván 2. válogatott meze, csak van egy otthon. Sanyi megjött, Csenge, gyere! Na, szevasztok, kedves magyar válogatottak! Hello. Gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet lesz végül is. Elvileg mind a kettőtöknek alanyi jogon kell, hogy legyen otthon néhány válogatott meze. Hát már megint Csengének annyi előnye van, hogy ráadásul ő együtt él valakivel, akinek van válogatott meze. De mindegy. Piros, fehér, zöld és ez a lényeg. Úgyhogy azt fogjuk most csinálni, hogy leszámoljuk, hogy hány piros, fehér és zöld ruhadarab van rajtatok, és aztán meglátjuk, hogy egyébként bármi trükköd, bármi kiegészítőt bedobtatok-e. Sanyi, légy szíves, kezd akkor te, mert ott nagyon szeretném látni, hogy ez kinek az arca, de előtte még egy piros kabátból is ki kell vedleni. Először is szeretném bemutatni saját magamat. Én vagyok a magyar válogatnak a technikai igazgatója. Egy piros dossziéval, piros, fehér dossziéval érkeztem. És mutatni a nézőknek, hogy a magyar labdarúgó válogatott ilyen válogatott mezbe fog játszani a következő mérkőzésen, hogyha esetleg valaki ki fog látogatni a mérkőzésre. Ez nagyon kemény, amint kimész szurkolni egy ilyen 2 méter, négyzetméter felületű üvegtáblával. Mint technikai igazgató. Jól áll. Ha hűvös van, akkor van rajta. Ki az az ember, Sanyi, ne csigázz már minket, az ott egy ismert valaki? Várjál, egy piros kabát. Várok, csak nehezen. Jó, megvan, leszámoltuk a piros kabátodat. Piros kabát, egy fehér, egyszerű, sima fehér póló. Igen. Csak megvártunk egy gyerek Rodolfótól, azt hittem az valaki. Van igen. Még egy piros póló. Az nem egészen válogatott. Hát nem válogatott, de piros. Igen, az milyen mez volt? Ez kis egyesületünknek a pólója, aranyszarva. Szuper. Nagyon jó. Igen. Akkor van egyszer. Egy zöld suhogós. Nem, piros suhogó. Piros. A zöld a talpa? Nem, zöld. Piros cipő. Úgy láttam, zöld a talpa.
Halucinálok, igen. A piros a cipő. Jól láttam! Hát akkor... Igen, és van egy válogatott. Igen. Védve ki. És ennyi. És ennyi. És az is piros-fehér-zöld az a kis 500-as Fiat, nem? Csak az olaszos. Ez csak egy kis olaszos. Örülök, hogy segíthettem, Sanyi, még ez ügyben. Örülök, hogy segíthettem, még nem földobtál még egy piros-fehér-zöldet. Jó, ez azt jelenti, hogy a ruhadarab számot az 5-öt kimaxoltad, a kiegészítőkről mindig akkor beszélünk, amikor megnézzük az ellenfelet. Na nézzük, Csenge, focit, kézit, mi egyebet tudtál nekünk variálni? Hát, vegyesbe nyomtam. Gondoltam, hogy ez lesz. Itt van a Mártinokom eze, ugye? Igen. A legfelülre, ez is egy fehér piros. Aki a vasas letakarja. Edd el a kezed. Csenge. Figyelj, egy vasas játékos ülott és letakarod a vasas logót? Hát nincs benned érzés, ember. Komolyan mondom. Szurkolok, a szurkolók. Harmadik. Póló. Jó. És akkor a gatyák, ez egy. Az már tiéd, ugye? Igen. Egy gatya méretetek van a Mátéval? Dehogy is. Jó, ezt megérdemelted a vasas miatt. Jó, gatya ügyileg, ez hanyadik gatya? Ez, számod le a gatyákat, légy szíves? Ez négy gatya, és ez még rajta van, csak ugye alatta nincsen semmi. Ez válogatottas. Oké, tehát ez összesen akkor jól szemben, akkor öt nadrág, és föl a válogatott mezek. Három póló, meg egy zöld kulcs. Oké. Nagy királyság, darabra legalábbis mind a ketten megvagytok. Jó, tehát 5-5 pontot mind a kettőtöknek oda tudtunk adni arra, hogy a darabszámok tökéletesen megvoltak. Sanyi ugye technikai igazgatói mappával és egy bekeretezett ritines mezzel érkezett, Csenge pedig ezzel az öt rétegű nadrággal, és egyébként egy picivel több ruhadarab is volt rajta, úgyhogy én azért összességében viszonylag kiegyenlítettnek érzem, nem tudom, hogy vagytok ezzel. 3-3 pont stílusra és 5-5, én nálam ez tök egál, és az azt jelenti, hogy 8-8 pontot írtunk be a kettőtök neve mellé, ez jelen pillanatban, tehát 14-12-es csengevezetést jelent az első és egyetlen nagyszünetünk előtt, innen még abszolút bármi történhet, lássuk, ki jut a döntőbe, rövidesen kiderül. Itt vagyunk hát a folytatásra, a karantén király elődöntőjének második része következik. 2 pontos különbség egyelőre Csenge javára, Sanyi ellen, de 3 játék hátra van, és ebből a 3-ból már is hozzuk az elsőt. Mindenki mutasson valamit, egy olyan karanténos tevékenységet, ami akár ikletet adhat másoknak a dögunalom elkerülésére, vagy egyszerűen csak leírja, hogy mennyire van ki a 4 vagy bárhány kereke. Szóval házi videókat kértünk tőletek. Nézzük, hogy mekkora multitalentum vagy te valójában. Kezdünk tehát Fodor Csenge házi videójával. Látszik, hogy van köze a labdához, az abszolút lehet látni. Voltál labdarúgó edzésen is valamikor, gyerekkorodban, vagy semmi? Egyszer sem? De voltam, de hát akkor nagyon kicsi voltam igazából. Hát látni egyből. A belső ki van fordítva szépen, ahogy nem úgy, mint a Fritkovics, szerintem nem csukta be a szemét a fejelésnél, vissza tudta pontosan fejelni, hogy abszolút pozitív. Na, meglepődtem, hogy így belsőre, ahogy kifordítja, pontosan oda a Máténak a lábához, úgyhogy gratulálok, ügyes volt. Ha már egyébként Cvitkovics Pétert említed, amikor ellene meccseltél, ő azt mondta, hogy egyáltalán nincs meglepve azon, hogy te labdás trükköt nem vállaltál szemben Csengével, aki ezt megtette. Csenge szeme arról árulkodik, csak nem meri megkérdezni, hogy te hányat tudsz dekázni?
Hát most erre igazából nem tudok mit mondani, mert 10-ig el tudtam egyszer számolni, úgyhogy amikor dekáztam, de nem, vicces életében nem számoltam meg különben, hogy meddig ment. Ezt a kérdést C. Péter nevű nézőnk küldte, csak ezért akartam mindenképpen feltenni. A háttérben még az a figura. Ó, hihetetlen. Na jó, Csengi majd még beszél a foci tudományáról, de ne maradjunk le Sanyi művészetéről sem. Nézzük, hogy ő mit művelt. Sziasztok! Hát, elegem van már a karanténból. Most már teljesen mindent kilőttünk, de még a legeslegfontosabb dolgokat nem. Úgyhogy ma egy picikét nekiállok itt van lövöldözni. Gyertek! Természetesen a fegyver az nem ide való, annak megvan a speciális helye. Én inkább maradok a labdánál, itt van. Ez nagyon komoly lett. Ez volt az. Egyszer még a fejedet is fogtad, hogy ebből mi lesz. Hát én igazából az első másodperctől nevettem, mert ez a hangeffekt is amúgy annyit dob rajta ezen az egészen, és amúgy nem tudom ki volt az operatőr, de nagyon profi volt így az egész a kamera mozgás, minden iszonyat komoly volt, és hát a felszerelés is az még dobott rajta, de amúgy még elhittem, hogy tényleg lőni fogsz, hogy valami, de természetesen a labdáról kerültem, nagyon jól össze lett rakva, úgyhogy gratulálok hozzá. Igen, ezt hozzá kell tenni, hogy lövöldözni nem fogtam, nem akartam itthon. Így is jöttek a rendőrök. Ezt hozzá kell tenni, hogy ahogy felvettem a felvételt, egyből csörgött a telefon, és rendőrségtől hívtak, hogy jönnének ellenőrizni a fegyvert. Itt van természetesen, nem állunk meg a lövöldözést, úgyhogy lemaradtam a labdánál, azzal eltaláltam, szerencsére. De Sanyi, tehát konkrétan, jól értem, hogy felvetted ezt a videót, bementél a házba, nem tudom, felnyomott egy szomszéd, valami történt, vagy néztek műholdról, maradjunk abba, fontos ember, érted, a bőröd alá épített csípész a műhold jeleiből kijött, hogy mit csinálsz, és tényleg becsengettek a rendőrök, és azt mondták, hogy Torgele úr, üdvözlöm, mutassa a puskáját, volt-e elsütve mostanában, engedély? Hát ez így történt. Ahogy megcsináltuk a felvételt... Hát bocsánat. Tehát véletlenek vannak, látod. Vagy pedig, amit te mondasz, hogy valamelyik jó indulatú szomszéd betelefonált, hogy fegyverre szaladgálok az udvaron. Sanyi, bocsi még egyszer, hogy rátküldtük a zsarukat. Nézzük, hogy Scherer Péter, ami főnyomozónk, aki nyomába eredt a művészeteteknek, hogyan értékelte ezt a két videót? Csenge. Hát ez már a harmadik videó, amit neked be kellett küldened, és látszik, hogy ez a karantén azért megviseli az embereket, ugyanakkor egy csomó jó dolgot is hoz, hiszen azt látjuk, hogy míg az elején a kutyáddal játszottál, és a kutyáddal most már a pároddal a másodikban, ugye a hátára ugráltál Isten ilyen Máténak, most pedig focizol, Csenge, te focizol, és nagyon jól csinálod. Hát isteni ez a kis felugrása háttal és a labda feldobása, és utána hát ilyen futballistákat megszégyenítően passzolgattok. Nagyon-nagyon ügyes vagy, egyetlen pici apróság, hogy a végén gyakorlatilag mellel kéne levenni a labdát, ez a fiúknak jól szokott menni, itt viszont neked ez nem sikerült, pedig hát a lányok ebben adottságilag jobbak kéne, hogy legyenek. Figyelj, nagyon aranyos, nagyon helyes az egész dolog. 7,38-adot tudok ráadni. Sanyi. Elpattintottad az agyadat, meguntad a karantén, nagyon tetszik. Fölvetted a vadász csizmádat, igazi vadász gumicsizma, a vadász szerkódat, kihoztad a távcsöves puskát. Kicsit úgy néztél ki, mint a Al Pacino a Keresztapa egyben, amikor Szicíliába mennek és ott vadászgatnak, és beleszeretem a gyönyörű lányba.
és kiállsz, és az volt benne isteni a zene, volt egyszer egy vadnyugat, és beállsz, és az volt benne, hogy úristen, itt ember halál lesz. Te le fogsz lőni valakit, mert meguntad a karantént. És ugye ráadásul a ház mellett az utca felé célzol, de aztán meggondoltad magad. Egyébként megmondom őszintén, itt nagyon-nagyon tetszett idáig az egésznek a felvezetése. Itt egy picit nagyobb fordulatra vártam, valami olyanra, hogy na mit fogsz most csinálni, de egy egyszerűen, hát egy focista mit csináljon, fogja a focilabdát és szétrúgja a három üveget, és ettől senki nem fog megsérülni. Figyelj, nagyon jó pofa, és nagyon tetszett ez a szerepjáték az elején, 8,38-adra értékelem. Serret Péter, tehát egyel több pontot adott, és kivételesen kereken egyel több pontot adott Sanyinak, de azért az a mondat, amikor őszintén rácsodálkozik arra, hogy Csenge, te focizol, de nem tudom, Máté oldalán jött meg egyébként a feeling, vagy egyébként is nagy unalmadban eldekázgatsz néha kertben? Hát igazából, hogy itthon csináljuk ezeket a dekázgatásokat, az Máté miatt van, de hát ez a rejtett képességem, ez igazából már régebbről jött. Ugye én, amikor kicsi voltam, én fociztam is, és hát ugye Győrben is ugye az edzéseket előszeretettel szoktuk focival kezdeni, úgyhogy azért valamennyire megmaradt a tudásom, és kihasználtam az alkalmat, hogy egy futballista ellen versenyzek most a karantén királyban, úgyhogy meg akartam mutatni ezt az oldalamat is, úgyhogy örülök, hogy tetszett a Serer úrnak is. Itt meg egy Al Pacino veszett el, sőt, még csak nem is veszett el, még csak most jöttünk rá, hogy egy ilyen arcod is van. Nem értem, hogy Serer úr, mire várt, hogy ott a, mi fog történni, hogy a fegyver volt, hogy a foci labda fog előbukkanni, úgyhogy örülök neki, hogy ez a kis videó tetszett neki, és több pontot tudtam most gyűjteni. Figyelj, nem kellett elsütni a fegyver, de így is kijöttek a rendőrök, tehát szerintem abszolút ez az arany középút. Ezzel egyetlen pont különbség, de ez most, és ez Serer Péter után nem szokott így lenni, kereken egy pont különbség van kettőtök között, 21,38-ad és 20,38-ad, amikor jön a negyedik játék. A hiszed vagy semben igaz állítások nyomára kell bukkannotok, méghozzá a hamis állítások erdejében. Röviden arról van szó, hogy mind a ketten fogtok kapni 3-3 állítást a másikról. A háromból 2 hamis, 1 igaz, 5 pontért megmondhatjátok, hogy melyik egy az, ami igaz, vagy ha azt kéritek, hogy vegyem el az egyik hamis állítást, akkor 2 pontért még mindig lehet tippelni. Nagyon nagy a tét, nagyot lehet vele nyerni, nagyot veszíteni, gondoljátok át alaposan, és akkor Csenge lesz az, aki kezdi ezt a mostani játékot. Sanyiról mondok neked 3 állítást. Megvagy? Megvagyok már. Kiderül, hogy a Torgelle könyvet csak átpörgetted, vagy tényleg be is magoltad. Az A. Amikor Angliában fociztam, átcsempésztem a határon a kutyámat. Vagy a B. Az első elejtett vadam egy malac volt. Vagy pedig a C. A németek elleni meccs után sokat veszítettünk a helyi kaszinóban. Fú. Hát az elsőt tartom a legvalószínűtlenebbnek igazából. A másik kettőt azért el tudom képzelni. Fú. Tehát nem csempésztelt a határon a kutyáját, ugye? Szerintem nem. Na nézzük, halljuk. Oké, és akkor maradok a B-nél, azt mondtam először. Az első elejtett vadam egy malac volt, mondott te. Ez pedig, Csenge, egy rossz állítás, egy hamis állítás. Nem jó, nem jó. Mert Sanyi, ami ebből igaz... Az első. Amire az legvalószínűleg. Az első. Ez az ember átcsempészte a kutyáját a Szigetország határán. De hogyan, meg miért, ezt muszáj elmondanod, ugye ott is egy kutyás ül a másik oldalon. Igen. Kocsival mentünk vissza Angliába, és ugye oda nem lehet csak úgy bevinni háziállatokat, meg kell lenni minden papírjának. Hát és, épp, voltam. Épp ezért gondoltam, hogy biztos nem csempészted el, protokoll kell, hogy a kutya tényleg állna. El is kezdtük itt van a protokoll, csak ugye mikor volt az indulás, addigra nem voltak meg a papírok. Ugye én meg nem akartam itthon hagyni a kutyát, és hát átvittem a kutyát Angliába, de utána ugye megvolettek a papírok, tehát ha ott megállítottak volna, akkor rendbe lett volna minden. Sanyi, a lényeg,
hogyan vitted át a kutyát a határon? Hogyan? Figyelj, úgyis jönnek a zsaruk, tök mindegy, most ezt már nyilván azért nem akarod elmondani, úgyis rányítják az ajtót, csak mondd el. Nézd, ide, mafiózó lettem, csempész, úgyhogy innentől kezdve minden vagyok már. Nem, hát kocsival, ugye ott maradt. A kocsival. De hogy? Bedugtátok valahova? Bevartátok a kutyát az ülésbe? Mi történt? Nem, azért nem. Nem, meg volt a helye, aztán ott el volt. Nem egy hosszú út. Csenge mellé lőtt, még az alaposan, mert a jó állítást zártad ki először, úgyhogy pontot nem tudtál szerezni. Nézzük, sikerül-e mindez Sanyinak. Ha igen, az már is azt jelenti, hogy te kerülsz előnybe. Itt van az első csomag Csengéről. 15 évesen vörös tüsi hajam volt. Ez az A. Torgele Sándor németek elleni duplája szerettette meg velem a focit. Ez lenne a B. Az egyik BL meccsem előtt elfelejtettem felvenni a mezemet. Ez pedig a C. Ha jól informáltam, akkor Csenge eléggé szereti a hajszínét változtatni. Te informálottál Csengéről? Ment egy telefon? Információt kaptam, és hogy nem vette fel a mezét a BL-mel cserélt, hát azért azt kizárom az eszemben, erre azért figyelnek a játékosok, az, hogy ne úgy menjenek, hogy nincs rajtuk mez. Úgyhogy hát inkább legyen az első. Tehát azt mondott, hogy 15 évesen vörös tüsi haja volt Fodor Csengének, ez pedig Sanyi. Rossz állítás! Hamis! De nagyon szép tőled, hogy körbe kérdeztél, csak kellett volna egy rendes informátor. Melyik az igaz, Csenge? Hát a C, sajnos. Nem gondoltam volna. Ugye, ha egy olyan csapatmenedzsered lenne, mint aminek Sanyi öltözött, tuti, hogy nem felejted el fölvenni a mezedet. Biztos, mert beajánlom ide a Sanyit. Na de, csak egy mondat, hol járunk meg? Te hol jártál? Hát meg miből jöttél ki? Az öltözőben mindig bemelegítő pulcsiba megyünk ki, és a ceremónia után vesztük csak le, amikor már meccs kezdődik. És öltözőben elfelejtettem felvenni a mezem, csak hirtelen magamra kaptam bemelegítő pulcsimat, és akkor a ceremónia után, amikor mondom, nincs rajtam, és akkor gyorsan intézkedni kellett, de azóta mindig így indulok ki az öltözőből, hogy megnézem, hogy minden rajtam van-e. Hát biztos az izgulás, hogy nem tudom, hogy. Egyikőtök sem tudott pontot szerezni az első párbajt követően a játékon belül. Neki megyünk a második körnek, jönnek tehát az állítások Sanyiról Csengének. Az első. Nagyon félek a repülőn, előtte mindig innom kell. A B. A legénybúcsú másnapján fekete hajjal ébredtem. Vagy pedig a C. Egyszer ellopták a kocsimat, de visszaszereztem. Most megfogadtam, mielőtt már mondtad, hogy a legvalószínűtlenebbet fogom mondani, hát mindegyik nagyon jól hangzik, úgyhogy most megint bajban vagyok. Ebben is van haja sztori, figyeled? Igen. Én most a kocsisat mondanám, akkor szép. Csenge azt mondja, hogy egyszer ellopták Sanyi kocsiját, de visszaszerezte. Ez Csenge egy igazállítás! Ebbe beletaláltál! Figyelj, Sanyi, esküszöm nem volt direkt, de most, hogy megy a műsor, tényleg a bűn legmélyebb bugyraiba taszítunk téged. Egy újabb dolog került fel a bűnlajtromodra, még ha te itt most csak a visszaszerzésben jeleskedtél is. Mi a sztori? Hát igazából, amit állítottam, az. Jó, akkor ugyanazt kérdezem, mint a kutyánál. Hogyan? Hogyan szereztem vissza? Hát ez a végén most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy elvitték az autót, de szerencsére vissza tudtam szerezni. Úgyhogy utána még nálam volt hosszú ideig a kocsim. Ezzel Csenge 5 pontot tudott szerezni. Sanyi, neked, hogy ne legyen túl nagy a hátrányod, nagyon fontos volna 5, de akár 2 pontot szerezni, hogy reális legyen akár a visszajövetel majd, mert a Csenge előnyben lesz, ez biztos az utolsó játéknál. Figyelj, légy szíves, jönnek az állítások, az A. A saját testsúlyommal nyomok fekve. Vagy pedig a B. Egy szurkolónk megkérte a kezemet az egyik meccs utáni pacsizásnál. Vagy a C.
Pár napja véletlenül só helyett cukorral fűszerezte Máté rántott húsát. Legyen a B. Tehát azt mondod, hogy egy pacsizásnál egy szurkoló megkérte Csenge kezét? Miért ne? Csak úgy mondta, hogy nyertetek, gyere hozzám, feleség, hát, hogy ez, úgy imádlak. Hogy ez történt, ezt Csenge el tudja mondani, mert ez egy igaz állítás, Sanyi. Bravo, 5 pontért. Bingo! Na Csenge, hányadik lánykérésed volt, és hogy történt? Az első volt, és hát találkoztam egy ilyen jó hangulatú úriemberrel ott a nézők között, hogy pacsisztunk, és konkrétan azért már olyan volt, hogy a biztonsági őrnek mondtam, hogy kicsit segítsen be, mert az úriember már túl jól van, úgyhogy igen, így történt, de nagyon sok ilyen eset van, már nem lánykérős, de azért vannak durva dolgok, ugye szuperó részéről is, de igen, ez volt az igaz, és sajnos ez történt meg. Hát egy információnak még hiány vagyunk, Csenge. Nemet. Mi volt a válasz? Nemet mondtam. Oké. Enélkül biztos, hogy nem mentünk volna tovább. Mind a ketten 5 pontot szereztetek az utolsó előtti játékban. Ez azt jelenti, hogy maradt az egyetlen pontnyi különbség. 26,38-ad és 25,38-ad, tehát Csenge vezet 1 ponttal, ami azt jelenti, hogy rettenetesen szoros végjáték előtt állunk. Itt az utolsó játék. A feladatotok az lesz, hogy megnevezzetek valakit a saját sportágatokból. Csenge egy kézilabdázó, Csenge egy labdarúgót kell majd, hogy minél kevesebb állításból kitaláljon. Összesen 10 jellemző állítást írtunk össze. Értelemszerűen annál több pont jár, minél kevesebbet használtok el, hogy megfejtsétek. Egyszer lehet rákérdezni, ez a szabály, és akkor Sanyi egy pontos hátrányból próbálj meg egyenlíteni, előzni, és a lehető legnagyobb nyomás alá helyezni Csengét. Tessék, itt a 10 állítás előttem. Kérem a szépen a 10-est. Ikonikus csapattársammal közös becenevünk is volt. Okay. Nem mentünk előrébb. Lehet, hogy később segít. Igen, 8-as. 8-as. 2013-ban Messi és Ronaldo mellett én voltam a harmadik jelölt az aranylabdára. Akkor 5-ös? 5-ös. Klub szinten agyon nyertem magam. Akkor 3-as. Hazám első VB címéhez túl fiatal, a másodikhoz túl öreg voltam. 2-es? 2-es. Annak idején Mehmet Scholl messzámát örököltem meg a Bayernnél. Én, ha úgy emlékszem, hogy a Mehmet Scholl 7-esbe játszott. Az létezik? És ő kapta... Sanyi, erre rezzenéstelen arccal annyit tudok mondani, hogy létezik, mint bármi más. Próbálnak a madarak segíteni ott nekem a háttérről, de nem. Ezek az én madaraim. Infot próbálnak csiripelni nekem, de nem. Egyes? Tessék? 1-es. Közel a 37-hez is top bajnokságba tudtam igazolni. Hát, kijátszott 7-esbe. 7-esbe a Bayernbe az elmúlt időszakban. Most akkor eligazolt onnan top bajnokságba. 37 évesen szólt az állítás. 7-es, 7-es. Ribéry, basszus! Ribéry! Ez egy rákérdezés, és valóban Ribéryről van szó, Sanyi, beugrott! Így! Hát miért ekkora hülyét, mint én? Bocsánat. De miért? Hát mert hamarabb is rá kellett volna mondani. Frank Ribéry, azért az az igazság, Sanyi, hogy nehezednek a feladványok, tehát ez már nem olyasmi, amit nagyon egyből, kettőből meg lehet mondani. Megmondtad 6-ból, ami 5 pontot ér a számodra, ez azt jelenti, hogy a te pontszámod, és ez már ugye a végleges pontszámod, ezzel 25,38-ad, vagyis Csenge, hogyha 4 pontot szerzel, akkor döntetlen állás van, és szétlövés, ennek a szabályairól
később beszélünk. Ha több mint 4 pontot szerzel, vagyis 6-ból, vagy annál kevesebből megmondod, akkor ott vagy a döntőben. Oké, legyen az 5-ös. Ha egymás ellen játszunk, lehetetlen, hogy a pályán elkerüljük egymást csengével. Oké, segítség. Szerintem jobb szélső lesz, akkor legyen a 10-es. Nem érem el a 170 cm-es magasságot. Oké, 1-es léci. Ahogyan csengére, úgy rám is lehet voksolni, hogy bekerüljek a Bajnokok Ligája idei All-Star csapatába. Jó, akkor egy 8-as léci. 3 BL döntőben is kikaptam egy korábbi csapatom ellen. Jó, van már gondolat a fejembe, de még egyet szeretnék azért. Mm-hmm. Legyen a 3-as léci. A 3-as. Idén 2 meccsen 17 gólt lőttem a Győrnek. Dobog a szíved? Igen, mert 2 ember van, akire gondolok. Júj. De a Radičevićet mondom. Ezt tutira bemondom most. Jovanka Radičevićet. Cseng, ez a jó válasz! Ez a jó válasz! Döntős vagy a karantén királyban. Gratulálok! Ez a jó válasz. A montenegróiak Európa bajnok, olimpiai ezüstérmes szélsője Jovanka Radičević. Hát ez így alakult. Egyik se volt a legkönnyebb fajtából való, de Csenge behúzta a végén. Méghozzá 5-ből, ami azt jelenti, hogy igazából még hagytál is bent egy állítást, biztos voltál a dolgodban. Hát Csenge, 2 csaj indult el ebben a játékban, ugye te és Krivinyi Kinga, az első kör után egymással meccseltetek, tehát egy maradt csak, de ezért az utolsó meccsig nem tudjuk, hogy a karantén király az király lesz, vagy királynő, mert Dombi Tiborral te meccselsz majd az utolsó adásban a döntőben, úgyhogy ehhez gratulálok. Ügyes voltál. Sanyi, én nem tudom, mit csináltunk az imidzseddel ma, erről az oldaladról még nem ismertünk, az élő állatcsempész, az illegális fegyvertartó, most hagyd ne soroljam, a mafiózó. Minden. Szörnyű, nem? Valami. Egy újabb könyvre való anyag. A megosztott 3. hely a tied, tehát egy képzeletbeli bronzérmet a nyakadba odaakasztok, és engem pedig vagy királynő lesz, vagy a király mögötti, minek mondják ezt, első udvarhölgy, talán ez a tökéletes megfogalmazás. Már csak a döntő van hátra, remélem, hogy mindenki nézi majd. Csenge, Sanyi, köszönöm, hogy itt voltatok. 3 kitűnő mérkőzést játszottatok le mind a ketten, a 16, a 8 és a 4 között. Csengének pedig még egy 4. is hátra van. Sziasztok! Nézzetek bennünket a folytatásban is. Csengének átlagos napja volt, válogatott mezt húzott, elutasított egy lánykérést, csak a szokásos. Közben Don Torgelle bűnlajstroma csak az elődöntőben, állatcsempészet, autólopási ügy, fegyverhasználat. Sanyi, nem az a meglepő, hogy jöttek a rendőrök, hanem hogy nélküled mentek el. Mi sajnos nélküled megyünk tovább, Csenge pedig akár még királynő is lehet.